Én Koltányi Gergely vagyok, és elhoztam magammal Papp Gyula barátomat, aki igazából a mélységekbe fog majd belemenni a mai előadás során. Ha Zoli átszerelte, akkor egy picit be is mutatkozunk. Addig viszont, miután este van már lassan ilyen, nekem van két kisgyerekem, úgyhogy ez már igazából a fürdetés, és azt követően a meseideje. A pilledés, az elpilledésnek az állapotában hagyd tegyek fel egy-két kérdést, amíg itt a technika beáll, hogy vannak-e közületek olyanok, akik mostanában az elmúlt időszakban rákaptak arra, hogy online kurzusokhoz kapcsolódjanak, beiratkozzanak? Ma úgyis ez nagy trend. Hányan vettetek mostanában valamilyen kurzuson részt? Ez egy egész jó arány. Hányan voltak azok a közületek, akik azt mondták, hogy újra szívesen vennétek ilyen kurzuson részt? Hát visszatérő vendégek is lesznek, jól van. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen azért jöttünk ma, ja itt a prezenter, köszönöm szépen, egy picit beszéljünk arról, hogy mit gondolunk mi a digitális tanulásról. Ahogy mondtam, és én Koltányi Gergely vagyok, és nagyon röviden a bemutatkozásom az arról szólna, hogy egy kissé technológia és egy fejlesztés meg innováció függőséggel küzdöm. Van néhány év tapasztalatom, egy kicsit több mint 10 felnőttek képzésében, mindenféle vonalon, nagy mennyiségű képzésben, specialisták képzésében, általános képzésben. Van több mint 7 év vezetői tapasztalatom, tehát az emberekkel történő fejlesztési feladatokban is elég sokat részt vettem, és hát több mint 10 éve foglalkozom kisebb-nagyobb lendülettel e-learninggel. És itt van Papp Gyula barátom is, és át is adom neki a bemutatkozáshoz a mikrofont. Köszönöm. Hát én körülbelül olyan, még az 1990-es években kezdtem el foglalkozni digitális tanulással. Az akkori divat szó a multimédia volt, tehát azért is mertem itt szerepeltetni ezt a kifejezést. Majd jött az e-learning, ami szintén egy divat szó gyakorlatilag, és mostanában inkább kikopóban van, és jön előre a digitális tanulás. Nagyon régóta foglalkozunk a digitális tanulásnak, vagy az elektronikus tanulás különböző formáival, és ezen belül egy jó ideje elkötelezetten a Moodle oldaláról próbáljuk ezt hirdetni. Többek között, illetve hát az e-portfólió az, ami meglátásunk szerint radikálisan át fogja alakítani a közeljövőnek a világát. És visszaadom a szót. Köszönöm szépen, Gyula. Most, hogy már picit megismertettek minket, engedjétek meg, hogy néhány szót szóljunk arról, hogy mit is csinálunk. Tulajdonképpen az egész folyamat egy durván 1,5-2 évvel ezelőtt indult, amikor az Egyesült Államokban ezek a nagy egyetemek, amelyeknek valószínűleg ti is voltatok, vagy közületek sokan vettetek föl kurzusát, elkezdték elindítani ezt a nagy Massive Open Online kurz hisztériát, és mindenki pislogott, hogy mit csinálnak ezek, 100 millió dollárokat öntenek bele ingyenes képzésekbe, és több 100 000 felhasználó számára teszik elérhetővé a tudásukat. Mégis mi a fene történik? És akkor néhányan, akik hosszú évek óta foglalkoztunk az e-learning-e, és mindig azt mondtuk, hogy na jövő évben biztos áttörés lesz, most már megvan a technológia, már most már senki nem akar elmenni egy tréningre és megtanulni, meg ennyi időt, meg utazás, meg rengeteg pénz, meg drága. És minden évben azt vettük észre, hogy de mégsem. És amikor elindult ez a nagy hisztéria, akkor elkezdtünk beszélgetni, idézőjelbe téve kicsit hasonlóan, mint most itt egy sör mellett, hogy mi a fenét csinálnak ezek, és elkezdtük követni egy picit erőteljesebben ezt a folyamatot. És ennek kapcsán elkezdtük elemezni, hogy mégis mi is történt valójában az elmúlt több mint 10 évben itt e-learning terén. Nyilván ennek nagyon sok összetevője van, internetpenetráció, hozzáférés, hogyan épül be a digitális világ használata a mindennapokban, mobileszközök, amiről ma is sokszor volt szó, illetve az igény, hogy iszonyatosan felgyorsult a változás, és gyakorlatilag a változás állandóvá vált, és ez történő alkalmazkodáshoz milyen tanulási, milyen fejlesztési eszközöket tudtak a piacon előteremteni, és hogy ez a helyzet ez most hogy néz ki. Végülis arra jutottunk, hogy tulajdonképpen sok minden, ami az elmúlt 10 évben nem hozta meg az áttörést az e-learningnek, vagy a digitális tanulásnak, az ma már egy picit rendelkezésre áll, és nem véletlenül látjuk azt, hogy az Egyesült Államokban, illetve Ázsiában óriási pénzek és óriási lendülettel nő az iparág. Ha jók az adataim, akkor az a tavalyi évben 48%-kal nőtt az e-learning piac, és az idei évben 90% fölötti növekedést jósolnak a piacon. Tehát ennek mégiscsak van valami oka. És hát tulajdonképpen abban maradtunk, hogy hozzunk létre egy olyan kezdeményezést, aminek végül is a lényege valami olyasmi lenne, hogy mivel ezt a szakmát alapvetően nehéz megtanulni, tehát nincsenek olyan klasszikus oktatóközpontok, mint egy-egy informatikai területen,
nagyon nehéz összeszedni, sok-sok oldala van, nyilván pedagógiai, technológiai, üzleti oldala van ennek a dolognak. Próbáljunk meg elkezdeni valamit csinálni ebben a kérdésben, és elindítottunk egy úgynevezett digitális átállás a tanulásban nevű kezdeményezést, ami egyelőre egy ilyen közösségformáló kezdeményezés, amelyek a lényege az, hogy azt látjuk, hogy az elkövetkezendő 3-5-8 évben, nyilván az egyes szegmensek, illetve az elterjedésének a sebessége, de valamilyen ütemben jelentős változások várhatók az oktatásban. És nyilván nem a közés felső oktatásra gondolunk, Magyarországon egész érdekes irányokba megy a közés felső oktatás, más típusú feladatai, vagy más típusú irányokat vett a megreformálása, mint a világ más részén ebben a dologban, és nem is szeretnénk igazából beleavatkozni az oktatás politikába, de azt látjuk, hogy a vállalati oldalon, illetve a munkavállalói oldalon valami egészen érdekes folyamatok indulnak el. Egyrészt az a folyamat indul el, hogy lehetséges-e az, hogy a vállalatoknál a csökkenő képzési büdzsék mellett növekvő hatékonyságot szeretnének elérni. Lehetséges-e az, hogy minden egyes perc, amikor egy-egy szakembert kivesznek a munkából, az bevételkiesés, és egyre nagyobb bevételkiesés. Lehetséges-e, hogy a jelenlegi felnőtt képzési, vállalati képzési formák nem hozzák azt az elvárt szintet, vagy nem tudnak olyan mértékű hatékonyságot és nyoma és lépést tartani az igényekkel, mint ami szükséges, és lehetséges-e, hogy a digitális technológiák mindebben jelentős mértékű javulást fognak hozni, amire a mi válaszunk az, hogy ma már azt gondoljuk, hogy elég határozottan igen, és abba az irányba fog elmenni a világ, hogy ez egy konkrét igény lesz. A mi célunk az nem más, mint hogy egyrészt ismertessük meg minél több emberrel, minél több munkáltatóval azt, hogy milyen lehetőségek vannak a digitális eszközökkel történő oktatásra. Próbáljuk ki a végleteknek a kivonását a gondolkodásból, tehát hogy csak azt biztos, hogy úgy nem lehet, meg aztán végképp nem lehet úgy, és ennek a kompromisszumait megmutatni, illetve hogy azt a gondolatot serkentsük, hogy a munkáltatók számára elmondjuk, hogy mennyivel hatékonyabb és versenyképesebb lehet a munkavállalók ilyen módon képzése, és a munkavállalóknak meg elmondhatjuk azt, hogy milyen eszközei, lehetőségei vannak az önirányított önfejlesztésnek, és ezáltal a munkaerőpiacon történő értéknövelésnek. Mi is a digitális tanulás, itt beszéltünk multimédiáról, e-learningről és digitális tanulásról. Egy olyan megfogalmazást hoztam, amit talán most a leginkább eltalálta azok közül, amivel találkoztam. Gyakorlatilag a digitális tanulás ma a leginkább úgy foglalják össze, hogy a formális e-learning, tehát amiben kurzusszerűen a klasszikus e-learning struktúrák és a nyitott online tanulási struktúrák együttesen, és még ehhez persze nyilván jó néhány eszköz és szolgáltatás kapcsolva, összefoglaló néven digitális tanulásként emlegetik. Itt láthatjátok azokat a nagyobb nyitott tanulási szolgáltatókat is, a Coursera-t, Udacity-t, illetve edX-et, Udemy-t, akiknél elég sokféle kurzusra lehet feliratkozni. Ami nagyon érdekes, és amit mi látunk, az ez az ábra egész jól összefoglalja, hogy valami egészen furcsa irányba kezd működni, vagy az elindulni az, hogy hogyan tanulunk. És kifejezetten használjuk a tanulás kifejezést, és nem az oktatás kifejezést, aminek az a legfontosabb különbsége, hogy a tanulás, az oktatáshoz az úgymond push típusú megpróbálom átadni a tudást, és az elvárom, hogy te befogad, vagy az a feltét, hogy te befogadó vagy, én pedig átadó. Még a tanuláshoz inkább a pull, tehát az én, az önirányított, motivált, hogy mondjam, proaktív típusú megközelítés kapcsolódik. És azért is beszélünk a tanulásról, mert hogy a digitális világban elsősorban azt látjuk, hogy a trend az inkább ez a fajta önirányított, pull típusú megközelítés. És amit itt ezen az ábrán nagyjából felvázoltunk, az jó néhány cégnek jó néhány terméke, és az a mátrix, amiben az információ vagy a tartalom megtalálása és felhasználása, nyilván Google, YouTube, Wikipedia, egyéb megoldások, a megosztás és a felhasználása, illetve az ötleteknek a feldobálása, a közös kreatív tartalomfejlesztési rész van itt, nyilván Vimeo, SlideShare, Digo, és mind olyan megoldások vannak, amelyeket az emberek használnak erre. Nyilván a community, tehát a közösségi típusú megközelítés, a közösségekbe történő csatlakozás, az azon belül a kontributálás, tehát a közösségi típusú tanulás, itt nyilván a legnagyobb közösségi hálózatok találhatók, illetve a produktivitásnak a fejlesztéséhez szolgáló eszközök közül is jó néhány látható. Nagyjából ezek azok a területek, amelyekben ki így, ki úgy, ki kisebb, ki nagyobb mértékben
de bekapcsolódik a trendek alapján, és ez látszik. Ami nagyon érdekes, az az, hogy a nyitottság, amelyet nyilván az open source közösségek és az open source logika is felmutat, az megjelenik a digitális oktatásban már a legelejétől, és majd Gyula erről egy picit nyilván részesebben fog beszélni, és a Moodle 10 éve történő fejlesztése is az, hogy a Moodle a legelterjedtebb keretrendszer egyébként, amiben a felhasználóknak a képzés menedzselését végzik. Azért az azt mutatja, hogy ennek a gyökerei valahol az akadémiai, felsőoktatási és az open source közösségi világból fakadnak. De ami igazán érdekes az az, hogy azt mondjuk, hogy a digitális csatornákon történő oktatás vagy tanulást, azt valójában a nyitottság teremti meg. És itt egy nagyon érdekes kis ábrát találtam, majd szemezgetni fogok. A legérdekesebb ezen az ábrá, hogy azt mondja, hogy az oktatás túl sokáig volt zárt világ. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert azt látjuk, hogy az intézmények, amik eddig a tudásnak a gyűjtői, rendszerezői és szűrői voltak, egyre kevésbé tudják kontrollálni, hogy mi is történik a világban, tehát egyre szabadabb a hozzáférés a tudáshoz és az információhoz, és egyre inkább azzal küzdenek, hogy hogyan tudják megőrizni azt a fajta szűrő szerepüket, amelyet a korábbi oktatási rendszerben játszottak, és nyilván ennek egyfajta nézete azt, amit az amerikai felsőoktatás részéről tapasztalatunk, és most már nyilván nem csak az amerikai, hanem az egész világ ebbe bekapcsolódott. Aztán szemezgetnék még abból, hogy költségcsökkentés. Nyilván, ahogyan az oktatási tartalmak publikálhatók és elérhetővé váltak, valamilyen módon átalakul az a fajta tartalomfejlesztési struktúra, az a fajta tudás aggregációs és tudás szervezési struktúra, és ennek nyilván a költségei is, hiszen a digitális csatornák azok egy nagyon-nagyon fontos elemet tesznek bele az oktatásba, amelyről mindig azt gondoltuk, hogy a legtöbbünk ma is azt gondolja, hogy a valakitől valahová valaki máshoz áramlik a tudás, tehát személyek között történik, oktató-tanuló viszony áll fönn. A digitális eszközök azok gyakorlatilag lehetővé tesznek egy nagyon fontos dolgot, hogy ezt a tudásátadási folyamatot skálázhatóvá teszik, és ezáltal nagyobb mennyiségű személyhez tud eljutni egy-egy oktatónak a tudása, ami lehetővé teszi, hogy az egységköltségeket ugye radikálisan csökkentsük. Ezért van az, hogy az e-learning hőskorában ugye az volt a mondás, hogy az e-learning olcsó. Beruházás szinten, elsődleges beruházásban magas, de nyilván, ha sokan veszik igénybe, akkor annyi felé osztik a költség. Ezt a skálázhatóságot alapvetően megteremti a digitális világ. Akkor mit tudunk még erről az ábráról? Az idő. Az idő egy nagyon fontos faktor, hiszen az, hogy mikor áll rendelkezésre egy tartalom, hogy milyen gyorsan elérhető egy tartalom, hogy milyen értelemben tudja a szinkronitás, asszinkronitás biztosítani, ehhez nagyon sok új és érdekes eszköz érkezett. Azt gondolom, hogy erről most tovább nem mennék, hanem visszalépek egy picit ehhez a Massive Open Online Course hype-hoz, és itt egy nagyon érdekes kis ábrát találtunk. Ugye azt mondja, hogy az első betű a massive, tehát a tömeges. És itt akkor van egy nagyon jó kérdés, 100 fő, 1000 fő, 10 000 fő, 100 000 fő. Nyilván ez függ attól, hogy mennyire van skálázva az alkalmazás, illetve az a platform, amely befogadja a tanulókat, mennyire szinkron, és maga az instruktor milyen mennyiségű emberrel tud bizonyos mértékben kapcsolatot teremteni. Láttam már 200 000 fős kurzust is, tehát olyan tömegeset is. Aztán meg lehet nézni, hogy a fórumban olyan őrület van, hogy gyakorlatilag nem nagyon lehet menni vele. De nyilván vannak kisebb és nagyobb kurzusok, amelyeket többen és jobban menedzselnek. Láttam olyan kurzust, amit 7-8 fős csapat menedzselt le, és nyilván ott lehetőség van arra, hogy több emberrel tudjanak menni. Open. Itt kérdőjelek. Open registration, open content, free of charge. Kérdések merülnek föl. A nyitottságban ugye ez a fő vonzerő, hogy gyakorlatilag azt mondjuk, hogy közzé tesszük a tudásunkat, gyertek, és próbáljátok meg a lehető legtöbbet elsajátítani ebből. Az online-ra azt hiszem most nem fogok túl nagy hangsúlyt fektetni. A Seemint Kurz az viszont már egy érdekes kérdés. Nyilván azok a kérdés, hogy egy kurzus az formális, és itt még mindig formális dolgokról beszélünk, tehát van eleje, van vége, meg van tervezve a kurzusnak a menete, első lépés, második lépés, bejárási útvonal, elágazások, teszt, visszacsatolás, kérdés, esetleg vizsga.
Másrészt kérdések, hogy kreditet érnek-e ezek a képzések. Ez főleg a felsőoktatásban ugye egy nagyon jelentős kérdés, és éppen az elmúlt héten találkoztam egy olyan programmal, amit, ha jól emlékszem, a Harvard üzleti iskolának egy képzés, ami most jelent meg, vagy most fog megjelenni, egy 2 hónapos intenzív üzleti képzés, amely a végén egyébként kredittel és tanúsítvánnyal, tehát kiadott papírral végződik, $1500. Azért egy üzleti képzésnél az egy meglehetősen jó ár, és egy meglehetősen rugalmas struktúra. Badge-ek, amiről Gyula ma fog beszélni, ez egy óriási nagy és nagyon izgalmas terület, hogy a badge-ekkel mit lehet kezdeni. Nyilván találkozhattatok már ezekkel a megoldásokkal, akár egy Foursquare használatnál, akár más-más struktúrában. Itt valami egészen új logikát találtak a badge-eknek, amiben az itt említett, ma is már többször szerepelt Mozilla nagyon nagy szerepet játszik, és egy nagyon érdekes dologra használják a badge-eken, az informális tanulásnak a láthatóvá tételére. Ugye arról beszél, hogy azt tudjuk, hogy nagyjából az embernek a tanulása az durván olyan 70%-ban, 80%-ban informális úton jön létre, de eddig ez mind nem volt látható, nem lehetett láthatóvá tenni. Azt lehetett látni, hogy itt a tanúsítványom, elvégeztem a kurzust, nem vizsgáztam, papíron van róla, de az, hogy én a kollégával a beszélgetésben mi a fenét tanultam, vagy egy online közösségben egy chatroomba, vagy egy fórumon milyen információkat szedtem össze, ez már nem. A badge-ekkel gyakorlatilag ebbe az irányba indulunk el, hogy láthatóvá tegyük azt a digitális térben végzett informális tudásszerzést, amelybe részt veszünk, és pontosabban leírható legyen, hogy mi is a mi tudásunk. És sok-sok minden van, a Learning Community-ről még majd egy pár szót ejtenék, és ide alulra tettem egy nagyon érdekes gondolatot, ami arról szól, hogy Corporate Universities, Corporate MOCs. A Corporate University, tehát a vállalati akadémiák kérdésköre, vagy a vállalati akadémiák témaköre pár évvel ezelőtt kezdett el növekedni, főleg a nagyobb multicégeknél és a nagyobb cégeknél, ahol rájöttek, hogy a munkatársak közötti, egymás közötti tudásmegosztás formalizálásával nagyon sok mindent tehetnek, egyrészt bevonják az embereket, elmondhatom, hogy én mivel foglalkozom, segítik a szervezeti együttműködés, másrészt azt a tudásáramlást, ami borzasztó nehéz a szervezetben, ezt valamilyen módon meg tudják oldani. És nagyon népszerűek lettek ezek a klasszikus értelemben vett, ilyen kicsit azt mondom, hogy stand-up módon szerveződő vállalati akadémiák. Ehhez képest a nyitott kurzusoknak a logikája lehetővé teszi azt, hogy ugyanezt a struktúrát, de mindezt az online térben lehessen folytatni, és egyre nagyobb figyelem fordul az irányába, hogy ezeket a vállalati akadémiákat lehet-e megvalósítani jól ezekkel a bizonyos online eszközökkel, és ezek lehet akár több földrészen működő szervezeteknek egy közös ilyen online vállalati akadémia. Ez egy nagyon érdekes irány. Hoztam egy érdekes oldalt, és itt az Open Education Resources, tehát a nyíltan felhasználható oktatási tartalmakról fogok beszélni egy pár gondolatot. Akárcsak egy open source fejlesztés során, ahol a kód nyilvános, nyilván a tanulásnál a tartalom az igazán érdekes. Ha mi ezeket a tartalmakat nyilvánosan hozzáférhetővé tesszük és felhasználhatóvá tesszük, akkor nagyon nagy segítséget nyújtunk a közösségnek. Ez egy olyan oldal, ami nem olyan régen indult, azt hiszem 1,5 évvel ezelőtt, és kifejezetten matematika és fizika témával kapcsolatosan oktatási tartalmakat tesz kvázi open source módon, tehát nyitott oktatási tartalomként közzé, amelyet meglehetősen neves professzorok segítségével állítanak elő, és a diákoknak a matematika és fizika ismereteinek a részletes fejlesztését szolgálja. Jó néhány ilyen oldal van, nyilván megvan a maga közössége is, a nyitott oktatási tartalmak, amelyek elsősorban újra felhasználhatók, többször helyen felhasználhatók, beágyazhatók más oktatási tartalmakba. Picit hasonló módon működik, mint nyilván az open source kódoknak a kezelése. Megfelelő felhasználási jogkezelés mellett. És részemről egyelőre ennyi, a végén még visszatérek, átadom a szót Gyulának, aki egy picit a technikai részletekbe is beavat. Köszönöm, előre is elnézést kérek, a torkam nincs legjobb állapotban, úgyhogy néha majd inni kell egy picikét. És akkor egy cirányosan és gyorsan, hogy keveredek én a képbe. Illetve hát a modul, hogy keveredik a képbe. Ugye azt kell tudni, hogy az open source alkalmazások között gyakorlatilag szinte a kezdetektől fogva voltak kifejezetten oktatást támogató alkalmazások. Egyrészt amelyekkel tartalmakat, digitális tartalmakat lehet előállítani, illetve amiben meg tudjuk irányítani a digitális tartalmakat. És egyik ilyen a Moodle, mi ebbe szerencsésen belenyúltunk olyan 2003 magasságába. Hogy miért pont Moodle, az a következő ábra hivatott indokolni.
lehetne sorolni hihetetlenül flexibilis, modulális felépítésű, nagyon jól lehet skálázni, és akkor felvettem néhány úgymond versenytársát, akit emlegetni szokták, hogy az alternatívája a Moodle-nek, OpenLMS, DockerOS, ami egy picit már a zártabb irányba mutat, tehát ez egy félig meddig fizetős alkalmazás. Az Iliászt az talán azért, mert Magyarországon ismerjük, illetve hát a Sakai projekt az Amerikában egy nagyon jó megoldás. Európában nem annyira terjedt, nem annyira ismerős, de hát egyértelmű, hogy a grafikon az megmagyarázza számunkra, hogy miért pont Moodle. Tehát a legnagyobb érdeklődés, a leggyakoribb alkalmazás az ennek fordul meg. Miért pont Moodle? Még egy érv. Hihetetlen gazdag az eszközkészlete. Nagyon-nagyon gazdag. És akkor célirányosan most már a Badges-ről. Ugye szeretjük a Mozilla-t, mert megteremtette nekünk az Open Badges-t. Arról van szó, hogy oktatási környezetben, főleg, hogyha ez egy informális oktatás, vagy nyitott oktatás, nagyon sokszor felmerül a készség, vagy a kérdés, hogy na jó, elvégeztél valamit, de mi ez? Hova tudom beszámolni? Ebben egy előrelépés az Open Badges, ami azt mondja, hogy társítom mindazokat az információkat egy picike kis jelvénybe, egy kis kitűzőbe, egy kis pici PNG grafikába, amelyek hordozzák mindazt az információt, elnézést, amiből megvilágosodik számomra, mint munkáltató vagy intézmény számára, hogy mit tanultál. Ezt szeretném bemutatni gyakorlatilag. Ugye, amiről szó lesz egy picikét, hogy mit tekintünk digitális kitűzőnek, mi a szerepe a Mozilla által kínált lehetőség, hogyan csinálunk Open Badges-t, vagy egyáltalán hogyan tudunk ilyeket csinálni, hogy csinálja ezt a Moodle, és hogy miért mi a szerepe az e-portfóliónak. Egy cserkész Amerikából. Ugye? Tehát ez jelvények régóta voltak, egyértelmű, hogy mire használjuk a dolgot. A katonák világa, a hölgyek ilyeket gyűjtenek. Volt egy ilyen időnk is. És hát a lényeg az, hogy ez sok minden lehet. Lehet a játék része is. Tehát például a mostani mock környezetekben a legjobb teszter, a legjobb hozzászóló, vagy leggyakoribb hozzászóló automatikusan kapnak ilyen kis badges-eket. Végül is mi ez? A lényeg az, hogy a készségeket és a képességeket reprezentálja. De hogy lesz ez hiteles? Ezt mutatom be. Az Open Badges felépítését mutatom meg, milyen infrastruktúra szükséges hozzá, vagy van hozzá, hogyan kell használni, és hogyan működik ez az egész történet. Lássuk akkor. Szöveges információk vannak elrejtve ebben a kis képecskében, nevezetesen a következők. Ki a címzett? Ugye ezt az e-mail-el fogjuk azonosítani, tehát a felhasználónak az e-mailjével. És kapok egy kitűzőt, aminek van egy neve, azonosítja a képzést, egy rövid leírás. Szerepelnek benne a kritériumok. Okay. Ez már link, tehát bemutat a keretrendszerbe, vagy ahonnan szereztem ezt a dolgot, mert ott tételesen ott van, hogy ezt kellett teljesíteni hozzá. Tehát tételesen fel vannak sorolva az ismeretek. De ez már nem zsákba macska. Tehát mikor valaki megjelenik az indexével vagy a diplomájával, az adott esetben az csak egy elképzelt ismeret, vagy tudást feltételezünk. Talán sejtjük, hogy mivel olyan intézményből jött, akkor talán megbízhatunk ebben az értékelésben, de hát csalódások is érhetnek minket. Tehát a lényeg az, és nyugaton már nagyon régóta, sőt az angolszász kultúrában már nagyon régóta ebbe az irányba mennek, hogy ne áruljunk zsákba macskát, tudjuk meg pontosan, hogy ki mit tud, készíts portfóliót.
Kaliforniában a felsőoktatásban nem lehet bekerülni portfólió nélkül. Tehát a gimnazistának ilyet kell csinálnia. Mi meg még ezt most fogjuk tanulni. És hát akkor vannak itt ilyen opcionális dolgok, hogy a bizonyíték oldal is megvan. Tehát ott a kritérium, amit teljesíteni kellett, itt pedig, hogy mennyit teljesítettem belőle. Hol tudok ilyet használni? Hát az e-learning keretrendszerek közül több teljesíti ezt. Ugye a Totara, ami gyakorlatilag egy Moodle klón, innen származik az egész, a Moodle is innen vette be. A Blackboard a legerősebb piaci keretrendszer. És hát látszik, hogy a Drupal, a Joomla és a WordPress az, ami még játszik alkalmazás szinten. Tehát itt is lehetőség van olyan modulok alkalmazására, amivel tudunk kibocsátani ilyen dolgokat. Tehát hogyha nincs keretrendszerem, akkor mondjuk egy WordPress-t azért viszonylag könnyen lehet begyűjteni. És hát a fejlesztő eszközök még, amik itt megtalálhatóak. Mi kell hozzá? Kell hozzá egy Mozilla Backpack felhasználó oldalról. Regisztrálom magamat az e-mailemmel. A keretrendszerben ezzel az e-maillel regisztrálok be, tehát az oktató szervezetnél. Ezzel megteremtődik a feltétel, hogy akár a keretrendszerből automatikusan ezek a különböző kis jelvények átkerüljenek a Mozilla Backpack felületre, ahol ez gyűjtésre kerül. Ha ez nem lehetséges, akkor le kell tölteni, fel kell tölteni. A lényeg az, hogy a rendszer nem engedi meg a látszat kedvéért feltöltött grafikákat. Ha nem találja meg benne ezeket a háttérinformációkat, hogy ki a kibocsátó, hol érhető el, mik a kritériumok, nem engedi a feltöltést. Tehát egy ilyen látvánnyal találkozunk, tehát gyűjtögetjük a kis kitűzőinket, ezekből gyűjteményeket tudunk szervezni. Ugye gyűjtöm őket, feltöltöm, exportálom az LMS rendszerből, és publikálom Twitterbe, Facebookba, a saját blogomon megjelentem, a LinkedIn-en, a Maharán, ugye ez egy direkt portfóliórendszer, illetve bármilyen webes felületen gyakorlatilag be tudom ágyazni. Ezt inkább átugrom. Jó, készítsünk kitűzőket, mi kell hozzá. Ugye magát a képet azt elő kell állítani, ugye a szokásos saját arculatélményeket ezt szerepeltetjük, kell hozzá egy GIMP, egy jó designer, de hogyha ez a szaktudás nem áll rendelkezésemre, semmi gond, van a Mozilla becskit, készítsünk saját, sablonból készített dolgokat. Open Batch Designer, és különböző más generátorok. Tehát így kell elképzelni, hogy gyakorlatilag sablonokból feliratokat, címereket, stb. Össze tudunk rakni. Tehát meg tudjuk jeleníteni a saját arculati elemeinket is, tehát adott esetben lehet feltölteni hozzá dolgokat. Mi az előfeltétel Moodle-ben? Nézzük meg, hogy a Moodle hogy csinálja. A rendszerben be kell kapcsolni a teljesítés nyomon követését, ez egy opcionális szolgáltatás, alapértelmezetben nincs bekapcsolva. Innentől kezdve a rendszer mindent nyilván tart. Elolvasta? Igen. Teljesítettem? Igen. Ez a teljesítés, ez időkorlátok, elért teljesítmény, tehát százalékos teljesítménypontszám függvénye, illetve adott esetben a tananyagok elolvasásának a függvényében jelenik meg. Kell hozzá egy Mozilla Backpack fiók, ahova majd a Moodle át fogja tudni küldeni ezeket a kis jelvényeket. És hát a grafikákat el kell készíteni, fel kell tölteni rendszer szinten, tehát én, mint oktatószervezet létre tudok ilyet hozni, illetve meg tudom engedni a tanáraimnak is, hogy ők sajátot hozzanak létre. Ugye ez a site szintű kitűző, ami az intézmény birtokában vannak, és egy sokkal erősebb szabályrendszert képviselnek. A Moodle esetében lehetőség van arra, hogy mondjuk egy teljes képzést lefedjünk egy badge-el. Mert hogy a Moodle-ben meg lehet fogalmazni azt, hogy mik a képzési kimeneti követelmények. Aki felsőoktatásból jött, az nagyjából érti ezt, hogy miről van szó. És egy ilyen függőségi láncolatban több kurzust, több tantárgyat fel lehet fűzni egy láncolatra, aminek a végén, hogyha megkapom a badge-et, akkor gyakorlatilag ez egy diplomával egyenértékű lehet.
digitális formában. Lehetőség van kézi odaítélésre, tehát ez inkább ilyen jutalmazás szinten, és inkább a közoktatásban alkalmazzák, illetve hát mondom, ilyen diploma-szerű megoldásban is. Még egy érdekessége van a dolognak, a különböző végzettségek azok időfüggőek lehetnek. Tehát a rendszer és a szabvány maga, amit a Mozilla megalkotott, kezeli ezt. Tehát van alapértelmezetben a végzettség, ami nem jár le. Tehát a tudásunk elévül. És erre tudok rögzített időpontot megadni. Mondok egy példát. Vannak ugye változó jogszabályi környezet miatt meglehetősen határosak bizonyos tudásaik. Egyszerűen érvényét vesztik egy újabb törvényi módosításkor. Ehhez a dátumhoz tudom kötni, hogy abban a pillanatban lejárnak ezek a dolgok. Illetve hát, hogyha mondjuk egy tűzvédelmi oktatásunk van, tehát, hogyha egy tűzvédelmi oktatásunk van, akkor például eltelt egy év, automatikusan ezek eltűnnek. Eltűnnek ám úgy, hogy a backpack felületről is eltűnik. Tehát, ahova begyűjtöm. Tehát abszolút kezelhető a dolog. Felvetődik a kérdés, hogy aki ilyen keretrendszert üzemeltet, az néha törli a kurzusokat. Semmi probléma. A rendszer maga ezeket az információkat őrzi. Tehát, akik ilyet üzemeltetnek, csak arra kell ügyelni, hogy mindig legyen egy keretrendszer. Tehát a keretrendszer migrálásakor mindig ügyelni kell arra, hogy a linkek azok ne változzanak. És az adatbázis integritás az maradjon meg. Nincs keretrendszerem, hát akkor meg hogyan csináljam? És nem akarok bíbelődni WordPress modulokkal, meg semmivel. A lényeg az, hogy erre például az Open Batch Factory, vagy más alkalmazásuk is sorra vannak, ahol beregisztrálva egy webes felületre, ezeknek a badge-eknek a kibocsátását, az adminisztrálását, a létrehozását, ezt szabályozni tudom. Tehát Isten igazándiból nem vagyok kötve keretrendszerhez sem, hanem adott esetben tudok változtatni ezen, vagy más formában is meg tudom adni. Erről inkább nem beszélnék, mert ugye egyrészt szó volt róla. A lényeg az, hogy tudjunk róla, hogy a jövőben, a közeljövőben Magyarországon is egyre nagyobb jelentőséget fog kapni a portfólió. Egyszerűen azért, mert átalakul a munkavilága. Egyre nagyobb jelentőséget kapnak majd a szabadúszók, a kicsik. A nagyvállalatok ki fogják szervezni a tudást, azt, hogy a különböző szellemi munkákat házon belül végezzék. Nem, ez egy világtrend, úgy néz ki. Előbb-utóbb hozzánk is el fog érni. Megváltozik a tanulásnak a módja, és megváltozik a tanulás értékelésének a módja, illetve a validálásának, az ellenőrzésének a módja. Ez mindenféleképpen e-portfólió rendszerekre lesz szükség. És akkor visszaadom a szót. Köszönöm szépen, Gyula, a kimerítő és talán sokak számára érdekes előadást. És még zárásként annyit szeretnék csak tenni, hogy ez a kezdeményezés, amit már indítottunk, ennek a célja az, hogy a végén egy olyan kompetenciaközpontot hozzunk létre, ahol mindezeket részletesen, és nem, nyilván nem csak a badge-eket, hanem egyáltalán az elektronikus digitális oktatási megoldásokat, módszertanokat, eszközöket és üzleti modelleket meg tudjuk csinálni, és azokat a célokat, amiket terveztünk megvalósítani, ezt meg tudjuk. És akit bővebben érdekel a téma, az nyilván megtalál, most még itt leszek egy darabig, és Gyula is itt lesz még, tehát nyugodtan kérdezzetek tőlünk, illetve ha most személyesen nem tudunk találkozni, akkor itt ezeken az elérhetőségeken van egy szakmai blogunk, amire lettek egy Facebook oldalunk, illetve egy LinkedIn csoportunk, és mindemellett mi még gyakorlatilag minden hónapban tartunk egy-egy meetupot, ahol különböző témákat vitatunk meg, ez általában hétköznap este van, egy 2-3 órás időtartamban, és ott sok-sok érdekes emberrel lehet találkozni, tehát hogyha ellátogattok hozzánk, akkor egy-egy meetupon személyesen is találkozhatunk még. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és további szép estét nektek!